2014 után ismét rangos versenyt rendeznek a megyében. A Magyar Kerékpáros Szövetség a mozgás egészség rekreációs ese, az ibrány ese és a nyírségi kerékpáros ese szervezésében felnőtt utánpótlás amatőr és masters bajnoki futamokat láthatnak a sporták szerelmesei. Mivel az európai országokban ez a bajnoki hétvége, szünetelnek a körversenyek, így a legjobb hazai bringások is ott lesznek a mezőnyben. Mivel ez ugye országos bajnokság, az időfutam és a mezőny is, ugye mind a kettő olimpiai szám, és világbajnoki kvalifikációs pontot ér, így gyakorlatilag az országból minden igazolt versenyző fog indulni, minden csapat, minden nagyobb, meg kisebb csapat is ugye képviselteti magát, ahol versenyző van igazolva. Az elit futam, ami a vasárnapi futam, ott várható sok olyan versenyző. Most már hál' Istennek Magyarországról is van egy jó pár olyan versenyzőnk, aki külföldi prokontinentális vagy kontinentális csapatnál van leigazolva. Ők ilyenkor ugye hazajönnek, a kvalifikációs pont az ugye sokat ér, és így gyakorlatilag egy olyan mezőnyre számíthatunk, ahol van 8-10 olyan kerékpáros, aki külföldi mezőnyökbe is ugye külföldi sztárokkal szokta felvenni évközben a versenyt. A szervezők egy 15 kilométeres körpályát alakítottak ki Ibrány térségében. Közel 200-an dolgoznak azon, hogy zökkenőmentes legyen a lebonyolítás. A pénteki nap lesz a legzűrösebb, mert ugye ott egyenkénti indítás van, perceként indulnak a versenyzők, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 6-700 méterenként fog elhaladni a körön egy-egy versenyző. Így gyakorlatilag a forgalmat nem lehet beengedni közéjük, úgy beszéltük a szervezőkkel, hogy 15-20 versenyzőnként fogunk hagyni egy-egy 5-10 perces szünetet, amíg a forgalmat elengedjük. Nagyon fontos információ, hogy mind a három nap alatt a forgalmat csak a menetiránynak megfelelően, tehát aki majd kimegy a körre, és át akar haladni, fogja látni, hogy milyen irányba haladnak a versenyzők, csak menetiránnyal megegyező irányba engedjük a forgalmat. A három nap alatt az előzetes nevezések szerint közel 400-an állnak majd rajthoz a különböző versenyszámokban. A rendező nyírségi kerékpáros ese 20 bringással képviselteti magát az országos bajnokságon.